Amikor ez a kápolna épült, 1935-re készült el, akkor itt teljesen erdő volt. Van egy fényképem, ahol a kápolna kívülről van ábrázolva, a támfalak még csak félig vannak fölépítve, és csak erdőt lehet látni. Nagyon szép volt, de ugye a utána való időkben is, főleg a háború után egyre többen építkeztek, és teljesen körül vagyunk építve, ez megzavarta a talajvízrendszert is. Ezért vannak a beázások is az elején, hisz közvetlenül fölöttünk is van egy épület, ami a mellékkápolna fölött áll, és hát bizony ez a vízesedésnek az egyik forrása. Kaptunk ígéretet a helyi képviselőktől, hogy fognak segíteni, hogy ezt a vízesedést megszüntessük. A kápolna elején egy domboldal van, tehát egy rézsű, és nagyon szépek voltak az akácfák, 25-30 évvel ezelőtt kis vékony fák, de ezek a fák megnőttek, nagyon vékony földréteg van, eleve ferdén nőttek a fák, és a súlyuk miatt több kidőlt, kiszakadt a földből, és ugye nagyon félő volt az, hogy gyerekek bejárnak ide játszani a udvarra, Isten őriz, hogy egy baleset történjen, és ezért 2 évvel ezelőtt az összes ilyen fát levágtuk, és az a tervünk, hogy a domboldalt valami örökzölddel szeretnénk befuttatni. Legalkalmasabb volna borostyán, az ugye télen-nyáron szép zöld, lehet metszeni, hogyha túlnől. A tető, ami most ki van teljesen pucolva, azt fásítani szeretnénk, éppen abból a gondolatból, hogy gyökerek szívják a talajvizet, a levelek párologtatják, tehát a nedvességet elvezetik. Van még azért egy másik nehézségünk is, hogy a kápolnának az egy részében a méztufa homokkővel találkozik. Ezt főleg ezen a folyosó részen lehet látni, és bizony ez a homokkő jobban vezeti a vizet, és ott több a szivárgás. A másik oldalon nem találunk ilyet. Az elején van még vizesedés, a támfalat akarjuk megfúrni több helyen, és akkor ilyen dréncsöveket betenni, hogy ugye ne fogja meg a támfal a vizet, ami szivárog lefele, fönt pedig a erdősített rész segítene ezen. Ez anyagi erőforrása van az egyházközségnek? Hát egyelőre az imádság van, és aztán az mindig meghallgatásra szokott találni, és már voltak így felajánlások, ötletek a fásításra is. Itt a hívek azért nagy részben mozgó emberek, tehát jönnek ide üdülni, itt vannak egy hetet, 2 hetet, tehát a helyi lakosok közül nincs olyan nagyméretű közösség, hogy ez anyagilag tudná ezeket a dolgokat rendezni. Minden vasárnap, télen-nyáron tartunk délelőtt 10 órakor misét, és hát a hőmérséklet télen-nyáron ugyanaz, olyan 15-16 fok körül van. Ahogy a szentélybe a szobrot lehet látni, Jézus szíve tiszteletére szentelték fel ezt a templomot. Az építtető atyának, Szabó Piusznak az volt a gondolata, hogy a magyar nép között a történelem folyamán olyan sokszor volt már ellentét, ami sokszor egymás életét is kívánta, és éppen ezért állította ide a szentély középpontjába Jézus szíve szobrot, hogy a belőle áramló szeretet békítse meg az ellentétes magyar érzelmeket, és próbáljanak békébe élni. Hát reméljük, hogy majd látjuk ennek jeleit.
Engem a 80-as évek elején keresett föl Sedon atya, aki megtudta, hogy az én nagyapám volt az adományozó, és akkor volt a 50-es évfordulója kápolna szentelésnek. Azóta is rendszeresen járunk ide szentmisére, és jó kapcsolat alakult ki Sedon atyával is. És néhány évvel ezelőtt észleltük itt a problémákat. A talajvíznek a megjelenése okozta ezeket a látványos foltokat és beázásokat. Nekem a szakmám az geológus, és tavaly felkaroltuk ezt a dolgot egy kollégámmal, felmértük itt a területeket, megnéztük itt a különböző oldalágaknak a nedvesedését, és hát tulajdonképpen elég komoly beavatkozást kíván ez az egész rekonstrukciót. Volt itt egy övárak, ami a csapadékvizet levezette, ami nagyon rossz állapotban van, ennek mindenképpen a helyreállítása lenne szükséges, valamint a kápolna fölötti területnek a csapadékvíz elvezetése, mert ugye megváltoztak a csapadékviszonyok, egyszerre nagy mennyiségű csapadék esik le, nem úgy, mint régen. Ahogy atya is említette, beépíti egység miatt megváltoztak a talajvíz áramlási viszonyok is, tehát itt a további romlást megakadályozandó, illetve az állagmegőrzést is megóvandó valamilyen komolyabb építészeti beavatkozás kell ahhoz, hogy ne legyenek komolyabb károsodások a kápolnán. Így, mint utód is felkaroltam ezt a dolgot, mint egy nagyapámnak a utódjaként, meg hát mint ide tartozó egy közösségi tag is. Úgy éreztük itt a barátainkkal, hogy valamit lépni kéne ebbe, hogy esetleg nehogy olyan károsodások érjék a kápolnát, amit később vagy egyáltalán lehet, vagy pedig csak nagyon nagy költség lehet helyreállítani. Most még nem késő. Minimum az övároknak a rendbetétele, meg a talajvíz elvezetésnek a megoldása lenne az elsődleges a további károknak a megelőzésére. Nehéz lehetett ezt annak idején kiásni? Nem, hát ugye bányász módszerekkel, ugye bányákat is így építették, csákánnyal, hagyományos eszközökkel. A tufa az egy jól bontható kőzet, egy alján is ugye ilyen anyagból vannak a pincék, és vannak ennél jóval nagyobb pincék is, ugye? És tehát neki például egy pinceépítési technológia volt, vagy akár bányaépítési, tehát vájár módszerekkel, kézérővel. Látszik is a csákányom sok helyen, ahogy bontották a falakat. Egyébként a tapolcaiak körében ön is tapolcai ismert hely? Hát van egy közösség, tehát néhány tucat emberrel, de rendszeresen is ér az itt lakók közül. Nyári szezonban a nagyobb rész pedig a turistákból, vendégekből áll. A turisták egy része ismeri, tehát akár Szentmisére is jár, vagy csak mint látványosság nézi meg. Nincs több ilyen az országban, egyedül Budán a pálosoknak a sziklakápolnája gerülés egynél. Különleges, ami kőszikla, ami mészkőben épült, tehát ilyen tufa kápolna, ilyesmi tulajdonképpen egyedül áll az országban, tehát nincs másik.